Mihály, fel vagyok dobva a dologtól. Ja, kitől tanultál meg helyesen fogalmazni a főnökömtől? És akkor átcsapott az asztalra. Ezek a leszidások is mindig úgy történtek, hogy... Megjelent egy vagon női fürdőruhával. Ti egyik épületben vagytok, ti meg egy másik épületben vagytok. Amikor voltunk Györökön, a vadonatúj medence még csak betonozva volt. Nem nagyon hagytunk magunkat provokálni, na de hát a kérdések jöttek. Mindannyiunkat egy várakozással vegyes, de eléggé erőteljesen megtapasztalható idegesség öntötte el a Micsényi professzor órái előtt. Nagy tanárélményem van vele kapcsolatban. Kedves és de határozott útmutatása, hogy most itt nekünk nyilván le kell doktorálni. A Micsényi tanárul azt mondta, hogy neki olyan porcokat hozzanak, amiben sok a dúcs. Jó, lehet azt mondani, hogy ez most mit tudom én, mitől van, meg attól van, meg amattól van, de nem véletlen, hogy ezt, hogy így mondjam, visszapattant róla meg a rám is. Lihegve beállít, csapdott hajjal, véres ingel. Így kell élni rajzolni, ahogy az aktokat. A mondatok, amit mondott, minden mögött ott volt az az ember, bocsánat, itt büszkén a lényeg az, hogy az utolsó atyai fülest is megkaptam ennek a dologért. Ezért ezt egy szemetes kosárba rakta be, legfelül Marx-szal. Tamás maga egy őrült, mondta Mihály, és akkor egy keveset húzakodtunk, mondom, hogy igen, igen, de hát az oda lehet élni, majd elindulok korábban. Abban az időben is Bécsben, a Trabant, azért feltűnően kisigényű járműnek minősítetett.